több mint 3 milliárd forint, és van 50 beruházási elem, és több mint 40 település. Ezek a megyei terület és településfejlesztési operatív program turisztikai fejlesztéseivel kapcsolatos számadatok. A korábbi pontszerű fejlesztéseket igyekeztünk egy integrált, közös ernyő alá hozni, mint marketing, mint pedig szervezetfejlesztési szempontból, tehát nem csak a infrastruktúrális beruházásokra gondoltunk, hanem a további működésre is, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból sokkal többre megyünk, sokkal többre mennek az egyes települések, hogyha nem elszigetelt módon, hanem integráltan fejlesztik a turizmusukat, a turisztikai potenciáljukat. 4 turisztikai fejlesztési térséget jelöltek meg, ezek közül az egyik a Szatmár-Beregi. Ehhez 14 település tartozik, itt is jelentős a fejlesztésre szánt összeg. Egy több mint 1 milliárd 300 millió forintos projektről van szó, ebből 161 millió forint érinti Gergely-Gornyát, Vásárosnamény, a Bereg szívét, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos kitörési pontja a városnak, hiszen a Gergely-Gornyai Tiszapartra a lapátos pihenőhely mellett most már közel 230 millió forint forrás kerülhet oda, és vált a Tiszapart olyanná, amilyenné a 21. század ifjúsága, a családok szeretnék látni, és ezen dolgozik az önkormányzatunk is. A képviselőtestületünk egyhangulag támogatta azt a döntést, amellyel ezt a konzorcium megállapodást ma aláírhattam, és ennek tükrében ez a forrás méltó helyre kerülhet, és olyan beruházások valósulhatnak meg Gergely-Gornyán, mint ingatlanvásárlás, fejlesztés, aztán ezen kívül free wifi ellátott kikapcsolódásra alkalmas hely, továbbá mobil játszótér. A turisztikai konzorcium vezetője a megyei önkormányzati hivatal számos partnerrel, például egyházakkal, civil szervezetekkel és a megyei fejlesztési ügynökséggel működik majd együtt, hogy a fejlesztések szakszerűen valósuljanak meg.